Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A KDN Live videószerkesztő programról lesz szó. Gyakorlatilag egy érdekes kérdés merült fel, amiben belefutott egy ismerősöm, és nem tudta megoldani. Hozzáteszem, a megoldás nagyon egyszerű, csak egy kicsit, hogy is mondjam, ismerni kell a KDN Live-nak a lelki világát. Azaz, az volt a kérdés, hogyan tud egy logót feltenni a videójára, egy akármilyen logót, akármi, teljesen mindegy, akármi, amit ő szeretne vizuálként használni, illetve ezt a vizuálként használt dolgot hogyan tudja egy kicsit animálni. Nyilvánvalóan egy logót, amit felrakunk a videónkra, vagy egy vizuált, azt nem ide-oda mozgatjuk jobbra-balra. Szerintem ez egyértelmű, hanem az itt látható módon pörgetjük. Körbe pörgetjük, az mozog, igazán jól néz ki, egy kicsit attraktívá teszi esetlegesen olyan helyzetekben a videót, ahol sok a szöveg, kevés a mozgás, és akkor valami leköti az embereknek a figyelmét. Mozog a logó. Önmagában a videó fellogozása, tehát egy logó elhelyezése nem egy agysebészet, de azért megmutatom, és egy-két gondolatot hozzáteszek. Nyilvánvalóan megszerkesztő a videót, én most egy ingyenesen letölthető videót rakok be, gyakorlatilag a Pexels-ről származó videó, egy hajó megy, és nekünk halacskás lesz a logónk. Azaz először meg kell szerkeszteni a videót, megvágod, megefekteled, kész van. Oké, és azt mondod, hogy kész, akkor kerül rá a logó. A logó elkészítése nagyon egyszerű, bármelyik rajzprogram, Inkscape, Gimp, vagy amit te szeretsz, alkalmatosá. Két dologra figyelj! Kicsinyíteni könnyen tudunk egy bizonyos méretig, és a háttér átlátszó legyen. Ennyi. Azaz legyen normális felbontás. Én azt az egyszerű dolgot vettem fel, hogyha egy videóhoz készítek, vagy letöltök, beszerzek egy logót, vagy kapok, és megmondhatom a méretét, legalább akkora legyen, mint maga a videónak a mérete. Azaz ne legyen pici. Hát bizony, letöltöttem egy logót, halacskásat kerestem, nyilvánvalóan egy szabad felhasználású logót ide teszünk, és az egészig végighúzzuk. Érezni lehet, illetve látni lehet, hol van a vége, tehát nehogy az legyen, hogy az elejéből, végéből lemarad. Ha logót fel akarod vezetni, tehát egy átmenetet szeretnél tenni, hogy a logó ne rögtön jelenjen meg, hanem egy kis átmenet, azt is meg tudod csinálni, de lényeg számunkra az, hogy jelen pillanatban a logó fent van. Azaz teljesen az elejétől a végéig ott van, illetve amitől akarsz odáig, ameddig akarsz, odáig a logó ott van, és legyen ott, és ugorjunk az elejére. Én belenagyítok, és az elejére ugortam, a home gombbal az elejére tudunk ugorni. Ez nagyon fontos, illetve jelen pillanatban kevésbé fontos, hiszen a logónk az stabil lesz, egy helyben áll, de én úgy gondolom, hogy igazából oda kell figyelni, mert keyframe érzékenyek ezek a dolgok, automatikusan a KDN Live, hogyha úgy van beállítva, vagy egyéb vágóprogram bedobálja a keyframe-eket, felénél van a videónál a kurzor, a vágóél, és akkor azt gondolja, hogy ettől a pillanattól kezdve kell neki valami keyframe-et betenni. Felejtős, elején kezdünk, vagy a végén kezdünk, és utána előre, vagy hátra, attól függ mi a kedvenc módszered, elkészítjük a keyframe-eket, itt jelenleg ilyesmire nincs szükség. Oké, azt hiszem a logo elhelyezések középre nem túl ildomos, azaz mit kell tenni? Hozzáteszünk egy effektus, méghozzá a transformációs effektus fogjuk hozzátenni, a világ legegyszerűbb effektusa, de odafigyelj arra, hogy azért ennek is vannak trükkjei, és esetlegesen nem azt kapod, amit látni szeretnél. Azaz figyeljünk rá, stabil logót rátesszük, a mérete legyen mondjuk 20%, ez általában azért bevált nálam, mert ugyanakkora a mérete a logónak, és ugyanakkora a mérete a képnek, és ez a 20%-os csökkentése a méretnek igazából jó. Oké, nem változott semmi, persze kikattintunk, és oda kerül a logó. Szerintem ekkora logó nagyon jó. Mit kell tenni? A logót ide kéne húzni. Észrevehettétek, hogy bár van lehetőség akár a méret, akár a hely változtatására az egérrel, azaz manuális módszerrel, én azért jobban szeretem azt, hogyha esetlegesen nem ide-oda tologatom, úgy érzése, hanem a méreteket, a dimenziókat, a koordinátákat magam változtatom, 20%-ra levettem a méretet. Ez nagyon jó dolog. Ami nagyon fontos, hogyha méretezel, és esetleg egy pixel számot adsz meg, akkor ezt kapcsold be, tehát ezt mindenképp be kell kapcsolni.
A logó elhelyezése véleményem szerint, hogyha nagyjából az előbb látott dimenzió arányban készíted el a videóhoz a logodat, akkor nagyon egyszerű, ide be fogjuk illeszteni, az méghozzá az egyik oldalon van, igen, az egyik oldalon van, meg feltesszük a tetejére, tehát elég intelligensen el tudjuk oda helyezni a logónkat. Hogyha nekünk ez az elhelyezés nem jó, akkor természetesen tudunk rajta változtatni, akár, hogy az előbb mondtam, megfogjuk ezt és huszkodjuk, az is egy megoldás, vagy pedig az elhelyezkedési dimenziót megváltoztatjuk, akkor legyen plusz 30, hogy lejjebb kerüljön, és 30, megint kikattintunk, és lejjebb került. Oké, tehát be lehet állítani számokkal, numerikusan. Én ezt azért tartom jobbnak, mert gyakorlatilag, hogyha több videót készítünk, egyforma videót készítünk, akkor a logónak az elhelyezése kézzel, egérrel így pontosabb, nem olyan jó dolog, nem olyan pontos, de hogyha megadod, ha megjegyzed, hogy 20%, és akkor mínusz 30, nekem fölülről van a mínusz 30, tehát azért más videóvágó programban másképp vannak ezek a dimenziók, tehát 30 az, amennyivel lefele eltolod, és a másik érték pont a széléhez van, akkor mindig ott van. Oké, elforgatás. Elforgatásnál az ember nagyon egyszerű gondolat pörgetésnél. A pörgetés rotációt jelent, gyakorlatilag keresünk hozzá egy effektust. Az effektust megkeressük, és az az effektus neve, hogy rot. Elkezdjük, hogy rot, és akkor itt van, hogy forgatás kulcskockák szerint. Na hát ebben a pillanatban mindenkinek tetszik, hogy kulcskockák szerint van. Oké, rámegyünk, és ide rá fogjuk helyezni az effektusunkat. Rákattintunk, megkapjuk a második beállítási lehetőséget, a transform, az odébb tevést, azt megtettük az előbb, és láthatóan ez elugrott. Látható, hogy ezért nem szeretem az e fajta forgatásokat, mert esetlegesen, hogyha az ember azt mondja, hogy oké, nem fogjuk ezt sehova sem mozgatni, hanem középre visszatesszük, és ezen középre visszatesszük, és ez akkor összenyomom, a méret változtatás természetesen ezzel marad. Lehet látni, hogy ha ezzel mozgatom, akkor a keret, illetve ez máshova kerül, és a forgatás. A forgatás pörgetés lehet vízszintes, függőleges tengely területén. Nálunk a Z tengely szerint szeretném forgatni, láthatóan nem azt csinálja, amit szeretnénk, innét oda elugrat. Ez igazából nem jó. Akkor ezt lenullázzuk, hát ha esetleg egy másik forgatású, az se jó, már kiugrik a képből. Szóval itt lehet ezzel játszani, hogy egyikkel ide tolom, a másikkal oda tolom, és utána megpróbálom forgatni, de nem jó. Nem megfelelő nekem, milyen lehetőségeim vannak. Más kell keresni. Azaz a fixhez, a fix elhelyezéshez az alap transform eszközünk az teljesen jó. Oda teszed akkor a méretbe, amekkorába akarod, és az ott marad, és működik. De amikor már forgatni szeretnéd, vagy mozgatni szeretnéd ezeket, akár vízszintes, akár függőleges tengely mentén szeretnéd ezt forgatni, nem fog neked ez teljesen jó lenni. Itt előfordul, és sőt, majdnem biztos, az, hogy a tengelyek nem középen fognak lenni, hanem valami eltolás szerint valahol máshol nem jó nekünk. Azaz ez nekem nem jó. Ebben nem akarok kilódni. Miért nem akarok kilódni? Mert természetesen van ennél jobb. Ezeket eltüntetjük. Miután az összes effektet leszettük róla, visszakerültünk az alapállapotban. Azt hiszem, innéd indulhatott volna a videó. Én úgy gondoltam, hogy a fix elhelyezést is meg kell mutatni, mert a legegyszerűbb egy logót feltenni a transform eszközzel. Igen, forgatás. Forgatás és nyírás. A másik forgatási eszközünk a forgatás és nyírás. Nyilvánvalóan rátesszük az effektet, és kapunk egy jó hosszú listát, lehetőséget, azt szerint, hogy mi mit szeretnénk csinálni. Észre lehet venni, hogy van forgatás, sima forgatás, animálás és forgatás. Az animálás és forgatás adja majd azt, hogy hogyan pörögjön. Milyen gyorsan pörögjön. Első körben itt is azt tesszük, mint az előbb, leméretezzük. Hogyan méretezzük le? Levesszük 20%-ra. Az egészet 2-0 kikattintunk, és megnézzük, hogy na, méretbe jó, és oldalra beigazítjuk, illetve a tetejéhez beigazítjuk, és mennyi is, ezért jó a szám. Mennyi is volt az előbb az ideális eltolás számunkra,
A 30-as volt az, ami az eltolásnak megfelelt, és eltoltuk oda. A logó itt jó lesz, fogadjuk el itt, hogy jó lesz, és utána mit kell csinálni? Az animálás és a forgatást a Z tengely irányában, a függőleges tengely irányába szeretnénk elvégezni. Mi a feladat? És elindítom a videót, megnézzük, hogy mit csinál. Forog rendesen, igaz? Le is állítom. Azt hiszem mindenki elhiszi, hogy folyamatosan fog a végéig forogni, hiszen az elején láttátok, hogy így forgott ez a dolog. Az a lényeg, hogy itt nem az elforgatás szögét adod meg ezen a csúszkán, tehát nem 40 fokba fog elfordulni, hanem a sebességét tudod megadni. Azaz, hogyha egy kicsit gyorsabbá szeretnéd tenni, akkor 40 fölé mész, hogyha lassabbá szeretnéd tenni a forgatást, 20-ra állítod. A másik irányba való forgatás pedig a mínusz értékeket fogja adni, tehát mínusz 40 ugyanilyen sebességgel a másik irányba fog forogni a logónk. Nagyon egyszerű dolog ez, nagyon kényelmes, mert gyakorlatilag végtelenített. Tehát amíg az effekt hossza tart, amíg ez a klip rész tart, amíg ez a logó ott van, odáig forog azzal a sebességgel, amivel mi szeretnénk. Arra azért figyelj, hogy a beállításod olyan legyen, a logó hossza olyan legyen, hogy a végén a logó teljes mértékben látszódjon, és oldalhelyesen látszódjon, hiszen a levezetésnél ez fontos. Nagyjából ennyi. Nagyjából ennyi az egész. Lehetett látni, hogy nem egy agysebészet, de a kérdező belekeveredett abba, amiben az elején én is, és akkor jöttem rá, hogy ennek más módszere van, nem a transform és a rotációs megoldás együttesen való használata, hanem egy külön effektus felrakása, felhelyezése adja meg a kívánt eredményt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!